Budapest, döbbenetes fordulat történt az X-faktorban. A tehetségkutató hazai szériájában még sosem fordult elő, hogy egy mentor nem szavazott volna a saját versenyzőjére. Redix Zsizsi, 22, azonban szombat este úgy döntött, Kurokawa Takő, 28, rosszul énekelt, nem érdemel biztos továbbjutást. Ez a döntés nem csak a színpadon könnyes szemmel álló japán fiút, de a többi mentort és a nézőket is meglepte. A közönség pfólással adott hangot a megdöbbenésének. Az énekesnek aztán a nézői szavazatok alapján távoznia is kellett az RT Klub műsorából. Nagyon kemény adás volt, érzelmileg még mindig a történtek hatása alatt állok, kezdte lapunknak Zsizsi. Nem azért nem adtam neki széket, mert nem szeretném, hanem mert nem lett volna fel a többiekkel szemben, akik jobban énekeltek. Nagyon nehéz volt azt mondani neki, hogy nem volt méltó a továbbjutásra, és féltem is, hogy megharagszik, mondta az énekes nő, aki úgy érzi, nem rajta múlt a kiesés. Nagyon sajnálom, hogy a végső szavazás alapján kiesett, de a nézők is úgy látták, ahogy én, hogy a többiek jobban teljesítettek. Ez így volt igazságos a döntő kapujában, nem csinálnám vissza. Bár ezt biztosan sokan máshogy gondolják és engem okolnak, de megpróbálom nem magamra venni, mivel emberileg és szakmailag is így éreztem helyesnek, mondta a Bliknek Zsizsi. Az első dolgom az volt, hogy beszéljek vele. Igazat adott nekem, azt mondta, nem haragszik rám. A mentortársaimat is sokkolta a döntésem, de Gáspár Laci nekem adott igazat, mondta a versenyző nélkül maradt Zsizsi. Takát is megkérdeztük, hogy érzi magát a kiesése után, ez van. Bár meglepett Zsizsi reakciója, de nem haragszom rá, vallotta be őszintén Takő. Persze, csalódott vagyok, nem tudom még, hogy mi lesz majd. Nem szeretnék felhagyni a zenével, több felkérést is kaptam már, de a kórház is, ahol dolgozom, visszavár. Ráadásul Zsizsi és a családja meghívott magukhoz karácsonyozni, ez hatalmas megtiszteltetés, mondta Takő a jövőről. Fiúk búcsúztak szombaton Kovács Pali, 16, és Takő kapta a legkevesebb szavazatot, így neki kellett távozniuk a versenyből. Mind a ketten, illetve Zsizsi is a Blik vendégei lesznek hétfőn. Szomorú vagyok, de nem csalódott. Hatalmas kaland és élmény volt, hogy itt lehettem, örülök, hogy megismertem a mentoromat, Puskás Pöti mondta kiesése után Pali.